A munkácsi túrószobor volt a látványos kezdet, aztán hamar felgyorsultak az események. Ma már nem lehetnek magyar zászlók, magyar feliratok Kárpátalján, magyar iskolaigazgatókat távolítanak el az állásokból, a kárpátaljai fegyveres egységeket pedig a legpusztítóbb frontokon vetik be állítólag. Ezek azok a hírek, amelyek a háború első évfordulójához közeledve a jelenleg legszerencsétlenebb sorsú nemzettestvéreink sorsáról szólnak. De mit tehet még önmagáért a jelentősen megfogyatkozott számú magyar közösség Ukrajnában? Ki védi meg őket? Számít-e valóban a kisebbségvédelem az Európai Unióban? Vagy a háború és a kétoldali magyar ellenesség minden írott és íratlan szabályt felülír? Akinek talán a legszélesebb perspektívából van rálátása ezekre a kérdésekre, az Bocskor Andrea EP képviselő, aki ugyan a Fidesz színeiben, de mégis a kárpátaljai magyarságot képviseli Brüsszelben. Nyilván ön is értesült azokról a jogfosztásokról, amelyeket a Kárpátalján még mindig ott élő magyaroknak kellett elszenvedniük, vagy hát kell napi szinten elszenvedniük. Mi az információja, mi áll ezeknek a jogfosztásoknak a hátterében? Hát sajnos valóban nagyon aggasztó és szívszorító a helyzet, hiszen a mindennapok nehézségei, az áramkimaradások és egyéb nehézségek mellett ugye olyan aggasztó hírek jönnek, hogy a magyar zászlókat távolítottak el, és igazgatót rúgtak ki. Mindazonáltal itt hangsúlyozni kell, hogy ez nem egész Kárpátaljára jellemző, hanem a Munkácsi kistérségbe és a Munkácsi kistérséghez tartozó magyar településeken fordult elő. Így ugye a Debreceni Futballakadémia épületéről távolították el a zászlót és a feliratot, illetve a debreceni községházáról, a kisboltról és Fornos településen. Tehát igazából ez hasonló tendenciát mutat, mint ahogy a turulszobor eltávolítása is, amibe tartozott. És látjuk azt, hogy ezek igazából olyan jogtalan intézkedések, amelyek egy nem létező rendeletre hivatkozva valósultak meg a Munkácsi kistérségben. Ezért természetesen a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség is jogi úton próbálja megoldani a helyzetet. Nyilatkozatban ugye már kifejezte a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség azt, hogy tiltakozik ez ellen, de ugye mivel ez nem elegendő, ezért jogi úton kell semmisíteni ezeket a lépéseket. Van erre egyébként bármiféle esély? Hová lehet jogorvoslatért fordulni a jelen Ukrajnájában, ami azért, hát finoman szólva, mással van most elfoglalva, mint az ilyen apró cseprő ügyeknek a kezelése? Hát valóban, ugye Ukrajnában háború van, és az ember azt gondolná, hogy ugye a többségi nemzetnek, vagy a vezetőségnek, különböző szintű vezetőknek is ugye fontosabb dolga is kellene, hogy legyen annál, hogy a Kárpátalján élő magyar közösséget vegzálja, vagy olyan kicsinyes lépéseket tegyen, amelyek ráadásul ugye provokatívak, és ugye sérti a kárpátaljai magyarokat önérzetükben, identitásukban. Tehát úgy gondolnánk, hogy nekik sem ezzel kellene ebben a nehéz feszült helyzetben foglalkozni. De mivel hivatalosan ugye megvannak a különböző jogorvoslati szervek, szervezetek, ezek működnek, ezért nyilvánvaló, hogy ezeknek a szerveknek kell eljárni a megfelelő panasz, illetve feljelentés nyomán. Mi áll egyébként ennek a, még egyszer felteszem a kérdést, csak talán egy kicsikét más megközelítésből, ennek a sorozatnak a hátterében, és most leginkább arra gondolok, hogy ugye korábban a magyar kisebbségnek a nyelvétől, vagy a nyelvhasználati jogától való megfosztása, illetve a magyar nyelvű oktatás való megfosztása, az azzal a magyarázattal működött Ukrajnában, hogy gyakorlatilag az orosz kisebbség ellen hozott intézkedéseknek a levétítek meg a magyarok is. Most is ezeknek a rendelkezéseknek a hátrányait szenvedik el a magyarok, vagy itt már kifejezetten a magyarokat célozzák ezek a támadások?
Ugye ez egy nagyon komplex kérdés. Egy picit talán vissza kellene mennünk valóban időben és térben, hiszen láttuk azt, hogy amikor 2014-ben ugye kitört a Majdan forradalom, amikor elkezdődött ugye az Európai Unió, illetve a NATO integráció felé való kanyarodása Ukrajnának, akkor elindult egy olyan tendencia, amely arra irányult, illetve egy olyan politika, amely arra irányult, hogy az ukránokban felerősödjön a nemzeti öntudat, hogy megerősítsék az ukrán nemzeti érzéseket, az összetartozást, és ezt ugye a nyelv megerősít, tehát az ukrán nyelv státuszának a megerősítésével akarták megvalósítani. Ez egy szándékos politikai döntés volt. Amikor elkezdték ezt a politikát megvalósítani, ugye valóban az volt az elsődleges kifogás, vagy nem tudom, indok, hogy ezt az oroszokkal szemben teszik, hiszen Ukrajnának körülbelül 20%-át tette ki 2014 környékén az orosz ajkúak száma. És ugye láttuk azt, hogy 2017-ben, amikor elfogadták az új oktatási törvényt, amelynek a 7. cikkeje ugye számunkra a legfájóbb, hiszen tönkreteszi a kárpátai magyar oktatási rendszert, hogy akkor még mindig arra hivatkoztak, hogy ez az oroszokkal szemben van, és a magyarok csak úgy mellesleg isszák meg a levét ennek a törvénynek. Viszont 2017-től kezdődően, amikor először tiltakozott a magyar kormány és a kárpátai magyar érdekvédelmi szervezetek ez ellen a törvény ellen, és nemzetközi szintre feljátszottuk. Ugye a Velencei Bizottság különböző nemzetközi szervezetekhez, Európai Unióhoz ezt a kérdést, hogy ez mennyire jogsértő és jogszűkítő probléma, és Ukrajna nem teheti ezt meg, hiszen ezzel a saját alkotmányának is ellentmond, mely szerint meglévő jogokat nem lehet visszavenni vagy szűkíteni. Azután elindult egy nagyon éles konfliktus és szembenállás ugye a magyarokkal szemben. Az ukránoknak természetesen nem tetszett az, hogy mi tiltakozunk, nem nyeljük le ezt a döntést. És azóta folyamatos az ukrán állami központi médiában a különböző magyar ellenes hangulatkeltés. Folyamatosan jelentek meg évek óta olyan műsorok, hogy a magyarok revizionisták, a magyarok a kettős állampolgárság révén Kárpátaljának az elszakítására törekednek, folyamatosan uszítottak a magyarok ellen, hogy a magyarok ellenségei Ukrajnának, és ugye ez most ebben a háborús helyzetben nagyon veszélyes, és sajnos azt látjuk, hogy ez a negatív média propaganda elérte a célját. Hiszen a mindennapok szintjén most már látjuk a közösségi médiában is, hogy milyen indulatokat vált ki a két nemzetiség között a nyelvi jogokért, vagy a szimbólumokért való küzdelem, és akár ugye ezeknél a zászló eltávolításoknál, vagy felirat eltávolításoknál, és látjuk azt, hogy a mindennapi emberek is most már nagyon csúnyán összetudnak feszni azon, hogy jogában áll a magyaroknak például kitenni egy magyar zászlót egy magyar intézményre, vagy nem. Amikor megpróbálják a magyarok a saját érdekeiket érvényesíteni, és itt most nem feltétlenül csak a jogi részére gondolok, arról már az imentiekben beszéltünk, hanem pusztán a fellépésre, hogy legyenek elegen ahhoz, hogy erőt tudjanak felmutatni, és tudják mutatni, hogy mi itt vagyunk, egy közösség, jogaink vannak, akkor azért felmerül bennem a kérdés, hogy mekkora még ennek a közösségnek az ereje. Hiszen azt lehet hallani, és kint élő barátaimtól én is azt hallom, hogy rengetegen elmentek, és a magyaroknak a létszáma arányaiban borzasztó módon megfogyatkozott mondjuk a többi nemzetiséghez képest. Igen, hát sajnos ez a helyzet jelenleg a háború miatt nagyon felerősödött. Tehát látjuk azt, hogy a különböző nehézségek, a besorozások és a mindennapok,
azok ugye megnehezítik a Kárpátalján való megmaradást, de én úgy gondolom, hogy a jelenleg Kárpátalját elhagyóknak a nagy része ideiglenesen hagyta el az országot, hogy kivárja, hogy ez a helyzet javuljon, a háború lezáruljon, és például az én ismeretségi körömben nagyon sokan vannak úgy, hogy tényleg ezt egy átmeneti helyzetnek gondolják, és ha a háború véget ér, akkor ők úgy tervezik, hogy visszatérnek Kárpátaljára. Persze ennek is vannak mindenféle objektív tényezői, attól is függ, hogy milyen sokáig fog tartani ez a háború, és milyen lesz a helyzet Kárpátalján azután, ahogy véget ért ez a háború. De nekem egyfajta reménysugárt jelent például az, hogy szeptemberben, amikor iskolakezdés volt Kárpátalján, akkor kb. 10-15%-kal kevesebb első osztályos iratkozott be a magyar iskolákba, mint a 2021-es korábbi tanévben. Tehát ez igazából nem mutat annyira nagy drasztikus visszaesést a kárpátaljai magyarok létszámában, és én úgy gondolom, hogy nagyon elhamarkodott dolog az, hogy most ítéljük meg azt, hogy mennyien maradtunk, vagy mennyien fogunk maradni. Hiszen senki sem tudja, hogy mit hoz igazából a jövő. Valóban nagyon nehéz most, és nagyon sokan nem tudják megtenni azt, hogy Kárpátalján folytassák jelenleg az életet, de mégiscsak van élet. Működnek az iskolák, működik a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, és az eddigiektől sokkal több elsős felvételizett a főiskolára is, hiszen a főiskolai nappali tagozatos státusz is adott egyfajta védelmet az ellen, hogy valaki behívót kaphasson, hiszen a nappali tagozatos hallgatói státusz az védelmet jelent, még jelenleg is. Ezért én úgy gondolom, hogy nem kell még teljesen elsiratnunk a kárpátaljai magyarokat. Kérdés, hogy ezek az elvi védelmek mennyire jelentenek gyakorlati védelmet is. Ugye a napokban készült egy riportsorozatként Kárpátalján, ahol már kényszersorozásokról lehetett hallani. De itt a zárójelet most bezárom, és még egy zárójelet kinyitok. A kárpátaljai mindennapokról egy nem túl szép képet fest az, hogy most kinyitottam a politik.kárpát.hu a oldalt, és azt látom, hogy figyelem, légiriadó, mindenki azonnal menjen az óvóhelyre, és hát itt ilyenek a mindennapok, azt szerintem egyelőre még csak elképzelni sem tudjuk, hogy mi ezt hogyan élnénk meg, hogyha ez velünk történne, de akkor a zárójelet, ezt a zárójelet is bezárom most. Lépjünk egy kicsit tovább, a nemzetközi közvélemény, és még közelebbről az európai közvélemény, az európai politikum, tud-e a Kárpátalján történtekről? Az Európai Unióban látják-e a nemzeti kisebbség tudatos jogfosztását? Ez hogy fér bele az európai értékekbe? Hát sajnos láthatjuk azt is, hogy általános értelemben a kisebbségvédelem mennyire fontos az Európai Uniónak, hiszen ugye ott van a Minority Safe Pack, ahol több mint 1 millió aláírás gyűlt össze annak érdekében, hogy legyen egy európai kerete a kisebbségi jogvédelemnek, és ez nem érdekli az Európai Uniót. Tehát ebből kifolyólag talán már leszűrhetjük azt a következtetést, hogy ugye az Ukrajnában zajló kisebbségi ügyek sem annyira ütik meg az inger küszöböt, és ugye itt megint csak visszakanyarodnék talán a korábbi időszakokhoz, tehát 2014 óta vagyok európai parlamenti képviselő, és sajnos számtalanszor kaptam meg válaszként a felszólalásaimra, melyek kisebbségi ügyben, vagy konkrétan a kárpátaljai magyarok ügyében hangzottak el, hogy a kisebbségi kérdés nem annyira fontos, mint Ukrajnának a geostratégiai szerepe. Most ebben a háborús helyzetben ez még inkább igaz, viszont
ott van ugye az a folyamat, amit Ukrajna-európai integrációs folyamatának neveznek, és ugye ott van az, hogy 2022. júniusában Ukrajna megkapta az Európai Uniós tagjelölti státuszt, amelynek ugye 7 feltétele van, és ebből a 7 feltételből ugye a 7. az, hogy rendeznie kell Ukrajnának a kisebbségek helyzetét. Nos, ehhez kapcsolódóan ugye még talán érdemes szóvá tenni nem csak a kisebbségi törvényt, amelyet Ukrajna elfogadott most így hirtelenjébe decemberben, hanem a médiatörvényt is, hiszen ez a médiatörvény szintén az Európai Uniós tagjelölti státusz 6. feltételeként, de bekerült ebbe a csomagba, és ugye láttuk azt, hogy decemberben hirtelen elfogadták ezeket a több éve készülő törvényeket, amelyek során ugye Ukrajna mindig megpróbálta fenntartani azt a látszatot, hogy egyrészt párbeszédben áll a kisebbségekkel. Valóban többször elhívták az egyes kisebbségi szervezetek képviselőit, tehát természetesen nem mindenkit a tárgyalásokra, de egyszer sem vették figyelembe a véleményüket. Tehát ezek egy ilyen kirakat párbeszéd el, egyrészt a kisebbségi törvény és a médiatörvény is, hogy nagyon durván bebetonozza a kisebbségi jogfosztásokat, amiket a 2017-es oktatási törvény és a 2019-es nyelvtörvény is magában foglal, és igazából nem javít a kisebbségek helyzetén, hanem egyfajta ilyen kipipálás céljából, hogy az Európai Uniónak ők fel tudják mutatni, hogy mi ezt teljesítettük, valóban papíron teljesítették is, de nem a mi számunkra pozitív módon. Noha én ennek a törvénynek a szövegét, legalábbis ennek egy részletét felolvasom, abban az szerepel, hogy az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek képviselőinek joguk van az önazonossághoz, társadalmi szervezetek létrehozásához, békés gyülekezéshez, rendelkeznek a nézetek és meggyőződések, a vallás, a gondolkodás, a szólás szabadságával, joguk van részt venni a politikai, gazdasági, társadalmi életben, megőrizni kulturális önazonosságokat, és itt jön a lényeg, biztosítja a jogszabálya jogot a nemzeti kisebbségek nyelvének szabad használatára a magán- és közéletben, szóbeli és írásbeli formában a törvény adta határokon belül. Ahogy én látom a mostani történéseket, illetve ahogy ezt összehasonlítom ennek a törvénynek a szövegével, ami még mindig hátrányosan érinti a magyar kisebbséget, hát egyetlen egy bötűjét sem sikerül most betartani. Ennek sincsen semmilyen következménye. Egyelőre nem hallottam semmiféle lépésről az Európai Unió részéről, amellyel egyrészt tartalmilag kritizálta volna ezt a törvényt, vagy szót emelt volna bármi esemény miatt, ami Ukrajnában jelenleg történik, hiszen általában az Európai Unióban a fegyverszállításokat szokták hangsúlyozni, és a Ukrajna minden szintű politikai és egyéb támogatását, a szankciókat. Tehát igazából senki nem beszél a békéről, és senki nem beszél arról, hogy az emberek a mindennapokban hogy tudják megélni az ukrajnai létet. És sajnos én úgy gondolom, hogy itt megint csak ugye az Európai Uniónak ez a kétszínűsége, ez nagyon erősen érvényesül. Viszont lesznek olyan rendezvények, események, amelyek megint csak az Európai Uniónak lehetőséget fognak nyújtani, hogy esetleg tegyenek lépéseket. Ilyen lesz a jövő héten egy EU-Ukrajna csúcs találkozó, de remélem, hogy egyébként a tagjelölti státusz feltételeinek végrehajtásáról szóló elemzésben is lesz arra lehetősége az Európai Uniónak, hogy kifejezze aggályait ezekkel a törvényekkel szemben. Jól értem az elmúlt majdnem 20 percben elhangzott szavaiból azt, hogy ön
ukrán állampolgárként kevésbé megható az uniós politikusoknak, és kevésbé számít védendőnek ön a családjával együtt, mint például azok az Ukrajnából hazánkba menekült ukránok, akik gyakorlatilag nem más helyzetből jönnek, mint ahol még az ön családja most is ott él? Hát ez egy nehéz kérdés valójában, hogyha jogegyenlőség van, akkor mindenkit egyformán kell kezelni. De a valóságban megtörténik-e? Számomra ez a nagy kérdés, mert én azt látom, hogy mindenki könnyekig hatódik, bármilyen kegyetlenül hangzik, amit most mondok, amikor Volodymyr Zelenszkij valahol megjelenik, de közben, amikor a valósággal szembesülünk, akkor nem látjuk a szánalmat az Ukrajnában élő ukrán állampolgárokkal szemben, akik mellesleg egyébként magyarul beszélnek. Hát valóban, ugye nem ezt tartják fontosnak.